A Nagyváradi Könyvmentők Egyesületének jó voltából egy igazi kincses bányát látogathattak meg az érdeklődők a hétvégén. Az Egyesület igyekszik olyan programokat szervezni, melyeken a könyvek és az olvasás fontosságára hívják fel a figyelmet. Nyílt lapok néven szervezett nyílt napot a Nagyváradi Könyvmentők Egyesülete. A könyves kincses bányában az érdeklődők bepillantást nyerhettek a könyvmentés rejtelmeibe, ugyanakkor, ha egy kis időt szántak rá, igazi ritkaságokat is találhattak az összegyűjtött könyvek között. Kincses bánya, egy olyan helység, ami kincsekkel van, tele, amit bányászni kell, le kell gugulni a kis ládába, és könyvről, kövre, betűről betűre elolvasni őket, mivel olyan csodálatos Könyvre bukkanhatunk, amit lehet, ezer éve keresünk, és és most itt van, és, és örülhetünk neki, és nincs is annál jobb élmény látni egy-egy embernek a szemében azt a csodálatos, csillanó örömöt, amikor egy olyan könyvre bukkan, amiről már elfelejtkezett, de lehet, hogy a nagymamája szeretettel olvasta neki. Az Egyesület tagjai a könyvmentés mellett igyekeznek különböző olvasási programokat is szervezni. Néhány napja kezdődött a nagy nyári olvasási kaland programjuk, amelynek bevételét a Mirilla gyermek kuckó Kialakítására és berendezésére szeretnék fordítani. A cél, hogy egyre több embernek hívják fel a figyelmét a könyvek értékére és az olvasás fontosságára.